Sziasztok! Sziasztok! Jébikújti egy új termékcsaládot hozott el számunkra, ami ilyet is tud. Így ha a feleséged elküld fenyőfájér, ami mindenféle fényeket világít karácsonyra, nem azt kell vinni, hanem egy ilyen switchet. Zsombor, mit tud ez a csoda? Hát, alapvetően maga az eszköz, a látványos, fényes effekteken kívül, egy kis upgrade az előző szériához képest. Most már kapunk, hát eléggé mondjuk kicsit ilyen óvatosan, de már vannak két és fél sportjaink, meg egy picivel nagyobb lett a tápkapacitásunk is bizonyos modelleknél. A 16-os esetében kaptunk Poe++ és négy darab két és fél sportot, ami előre lépés. A 24-es esetében pedig 8 sportonként kapjuk a különböző feature-öket. Az első 8 sportunk az, az simagigás és gigás és poés. Tehát kapunk pluszos 8 sportot, simagigásat és kapunk szintén 8 darab 2,5 g-s poe plusz plusz portot. Azért mondtam, hogy ez egy termékcsalád, ez a USV Pro Max, mert ez nem csak switch áll. Ez a Ether Lighting technológiát ő volt kiegészített ő, 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 switch család, ehhez tartoznak hozzá ő pecskábelek is, amik szintén visszajázik számunkra, vagy visszajelezhetik, milyen sávszélességen üzemel, vagy hogy van éppen bekötve. Mit lehet ezekkel ő, hát elérni, mm hogy -hmm. Szóval, alapvetően ebben az új szériában minden egy sport mögé kapunk egy RGB ledet, és az új kompatibilis Etherlight kábelek, azok úgy vannak kialakítva. Az RJ45-ös fej, amit láthatjátok, ez egy ilyen transzparens burkolatot kapott, szóval maga könnyen átereszti a fényt, látható, hogy a mögötte lévő LED az mit világít. Alapvetően a klasszikus induló effekten kívül az eszköz ez alapbeállítással a portsebességeket fog nekünk kijelezni. Sárgás-zöldessel fogjuk megkapni a 100 megabites sebességet, a szokásos a Ubiquiti fehérrel fogjuk megkapni a gigabitet, valamint kékkel fogjuk megkapni a két és fél G-s csatlakozási sebességkérülést, de ez csak az alapbeállítás. Ezen felül, ami kicsit praktikusabb és hasznosabb is lehet, tudjuk konfigurálni, hogy a portok milyen színnel világítsanak, és hogyha például van egy, egy ilyen komolyabb installációnk, akkor szembetűnően látható az így szinkódolás segítségével, hogy melyik eszköz, vagyis hogy milyen portot mivel dugtunk össze. Külön kijelölhetünk csoportot például az access pointoknak, mondjuk lehet mondjuk kékkel, és akkor az csak az access pointok, -ok, vagy még csak zöldel a, a trönkök, switchek között, vagy az access részeket, a, vagy amivel kiszolgáljuk a hálózatnak a többi részét, vagy esetleg, hogyha szimpatikusabb, akkor például ezt használhatjuk arra is, hogy különböző vélanok megkülönböztetésére, ami azért néha jól jöhet valamint le tudjuk kapcsolni a, a világítást a portokon, és akkor ha csak egy adott portot keresünk, akkor az is eléggé szembetűnő tud így lenni, nem úgy, mint ugye a normál esetben, mert ugye amikor a, ugye, igazából ez a portfelderítés, ez a ledes portfelderítés, ez nem egy újdonság, de hogyha csak a két sebességviszajelző ledet látjuk, és azt megvillogtatjuk, úgy amikor mondjuk be van rakva 4, 5, 6, 10 switch, és mindegyiken valamilyen ütemben villognak a sebesség visszajelző ledek, úgy azért elég nehéz kiszúrni, hogy éppen melyik portot keressük. Szóval azért, azért a, mondjuk úgy, hogy a blinken kívül van egy kis gyakorlati haszna is annak, hogy rgb is lett ez is, bár sajnos ettől nem fog gyorsabban menni se a gaming PC-nk, meg egyebek. Ez egy új termékcsalád, de annyit már tudunk róla, hogy nem sokára a gigás portjait is le fogják cserélni ö, két gigásra, tehát egy komolyabb ö, fejlesztésen fog keresztül menni, pedig egy nagyon új termékcsaládról van szó. Amit viszont keveslünk, hogy mindig csak kettő darab SFP foglalati hely van rajta. Ez lehet, hogy így, így kevés lesz egy... Igen, például mondjuk a 24-es esetében, hogyha már meg van szépen pakolva legalább 8 darab két és fél sporttal, azért, hogyha az összeszámoljuk, akkor azért az már majdnem szintén 24 gigabit, ha egy kicsit kerekítünk fölfelé. És ugye a portok, az SFP portjaink azok csak 10 g -sek. Még ezt kikompenzálhatná hogy jobbikütő hogy például, 25-ös portokat kapnánk, SFP 28-at, vagy megkapnánk, mint a legtöbb switch esetében a klasszikusan ezt a 4-es rastert, hogy duplán tudjuk trönkölni, vagy áthúzni a switcheket. Mert ugye így is, szóval így nem csak az van, hogy, hogy igazából maximális sávszélességet nem tudunk elérni a két SAP bordal, hanem ugye nem tudjuk őket trönkölni se így. Szóval mindenféleképpen egy komolyabb aggregation switchet kell mögé tenni, amin van elég port, hogy kettesével lehúzzuk a switchekre. De hát mondjuk ez... Ez mondjuk stand... szándékos. szándékos Nagyon... Ő, kis dizájnos kaptak ezek a pecskábelek, ez egy egyméteres pecskábel ekkora dobozba van elrejtve. Zsombor, mutasd meg, mit is rejt, például egy ilyen pecskábeles doboz. Hát, a klasszikus feltépős úgyhogy Csak extrát nem fogunk benne találni. Csak a jó kis Etherlight kábelt és egy ilyen kis entapadós kis dobra össze van tekerve. Egy meglepő módon elég vékonykák ezek a kábelek, ahhoz képest, hogy elvileg ezek a kathatos szabványt. Igen, kat vannak hit hitelesítve. Szóval elvileg 250 MHz-es sávszélességet tudnak, ahhoz képest elég kis vékonykák. De legalább nem nagyon takarják majd a portokat, amikor össze lesznek dubor. És ugye ez a vastagság érhető el a hosszabb kábeleknél is, tehát nem, miköt nem gondolta, hogy hosszabb kábelnél esetleg a ö, földeléssel ö, egy vastagabb érpárt vezetnek be. A 15 méteres és 20 méteres variációknál is ugyanilyen vastagságú kábelt kapunk. Hát mondjuk így a kábel alapján, hát ezt nem ajánljuk arra, hogy éppen egy BT -ét küldjünk meg rajta. csak interconnect kábeleknek a különböző switchek között. Nézzük meg a switch-eknél, hogy milyen érdekességet látunk rajta. A 16-os USV eszközt, Pro Max eszközt úgy látom, hogy külső tápegysége látták el. Igen. Hát meglepő módon kapunk hozzá egy szép felnőtt 210 wattos 54 voltos tápegységet, ami kicsit érdekes. Mondjuk ebben a kategóriában már örültünk volna a belső tápegységnek. Nagyon meglepő egy majdnem felső kategóriásnak célzott switchnél egy külső hát, tápegység. Hát ugye, hogyha most megnézzük a Jóikőtének a switch portfólióját, ami azért most eléggé fel lett duzzasztva, mert van benne annyi kategóriánk, hogy ör okay. örüljük, hogy meg tudjuk számolni. Ugye vannak a standard switcheink, ugye eddig volt kb. a standard és az enterprise. Igen. Akkor ugye nem olyan túl régen bejöttek a pro szériák, pro szériák ami így van. valahogy így be lett ékelve ugye a standard, meg az enterprise közé. Viszont most ezekkel az új Etherlight képes switch-ekkel valahogyan így kaptunk egy ilyen, egy, még egy fél utat az Enterprise, meg a, meg a normál Pro közé. Igen, ez a például a, a Pro Max széria, már portkiosztásban az Enterprise szériának a portkiosztását próbálja máshol utánozni. Nyilván ezzel jelzik, hogy teljes teljes is oda közelít. Igen, mondjuk az, hogy a kevesebb portszámú eszközöknél most megkaptuk ezt az egy soros kialakítást, mondjuk ez annyival jobb, mint a klasszikus ilyen jobban zonzásított portok, mert egy valamennyivel kényelmesebb, áttekinthetőbb. Benne és áttekinthetőbb az, főleg, hogyha mondjuk patchpanelt használunk, akkor nem kell egy ilyen nagyon kuszáson rendezgetni a rövid kábeleket, hanem, hogyha használjuk ezeket a ezeket a jó kis 15 centis kábeleket, akkor szinte ilyen direktben fel tudjuk őket fúzni, fűzni, a mondjuk 24-es patchpanelre, vagy esetleg a kéztónos moduláris panelekre, így jobban átlátható és kényelmesebb a kábelmenedzsmentünk. Hát mondjuk a 48 portosnál maradtunk a régiben, így ott két sorba kapjuk meg a portokat, de kisebb installációknál ez lehet könnyebbség. Mivel ezek egy felső kategóriásnak célzott őszvicsek lennének, így felmerül a kérdés, hogy garanciába hova lehet ezeket beállítani. A Ubiquiti hál' a, a Ubiquiti most már elérhetővé tette elég sok termékére a 5 évre kiterjesztett garanciát. Ezt kérjétek a, mindig a kereskedőtöktől, hogy regisztráljon nektek egy ilyet. Nyilván plusz költséggel jár, de egy nagyobb biztonságot ad. Egy prémium kategóriás termék irányába könnyebben el le, el lehet adni a terméket, és lehet üzemeltetni. A, erről a ubiquity Care szolgáltatásról mondaná pár szót, Zsombi, hogy ez csak azt jelenti, hogy bővítik a garanciának az idejét, vagy a szolgáltatásban egy gyorsabb eljárás kapunk? Hát alapvetően ugye a Ubiquity is egy csomó termékvonalából elkezdett elmozdulni erre a tényleg az ilyen komolyabb networking, meg az ilyen enterprise os megoldásokra, és eddig ez azért volt eléggé mert hogy hát nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de amúgy a Ubiquiti azért a terméktámogatásáról nem annyira híres. Csinál jó eszközöket, meg egy csomó eszközük relatíve megbízható, meg tényleg kiválóak a piacon, viszont maga a terméktámogatásuk, hát az hagy némi kívánni valót maga után. Illetve a garanciájuk, a gyártói garancia csak egy év. Igen, igen, nagyon sok terméknél csak egy év a garanciájuk. És hát ugye most mivel felfelé próbálnak nyitni, az ilyen komolyabb integrációk felé, hát ezért ugye mindenféleképpen szükséges volt nekik, hogy szerintem, az én véleményem szerintem, hogy meglépjék ezt, hogy, hogy mint egy rendes, más már jól bevált ilyen komolyabb hálózati eszközgyártóknál, Ubiquiti Care Program az nem csak kiterjeszti a garanciát 5 évre az eszközökre, hanem biztosít folyamatos supportot, 0-24 órás supportot, valamint, hogyha az eszközünk esetleg meghibásodna, akkor az első kiküldési költséget azt ők állják. Emellett a maga a csere folyamat is gyorsabb, mint a szokásos garanciális ügyintézés keretein belül. Már szerencsére még ezt még nem tapasztaltuk meg, hogy mennyire gyors, de számot, számot gyorsabb, mint a normális. Legalábbis a gyártó ezt, a gyártó A supportnál ö, itt a AI-jal kommunikál az ember? Hát azért remélhetőleg nem a fog kommunikálni az ember. De ugye, mondjuk egy kicsi, ez is egy ilyen kis Ubiquiti újdonság, nem olyan régóta van az, hogy van egy ilyen AI chat robotjuk, ami tud némi tanácsokat adni az eszközök esetében, de ha megveszük a Ubiquiti kert az eszközre, akkor azért valós humán operátort fogunk kapni a vonal túl végén. Hát alapvetően, ha megnézzük az eszközöket, olyan sok külsőleg nagyon sok újdonságot nem kaptunk, mondjuk talán az, hogy egy icipicit nehezebb, mint az előző széria. Ugyanaz a klasszikus ezüst Ubiquiti, és hogyha megnézzük, a 24-es esetében megkaptuk a a portot, ami a jó dolog, de azért mondjuk, hogyha már egy ilyen Enterprise-nak célzott eszköz esetében mi azért szívesebben látnánk a beépített dupla redundáns tápot, mint Így van. minden más gyártó esetében. Szóval azért ez egy kicsit kis, -kis fekete pont a Ubiquity-nek még mindig. És hát az előlapon sem látunk sok újdonságot, ugye megkaptuk ugyanúgy a kis visszajelző ablakunkat, ahol különböző információkat egyből elérhetünk az egységről, például a portoknak az állapotát, portsebességet, portforgalmat. Mondjuk ez szerencsére ezt konzekvensen most az összes újabb, magasabb kategóriás ubiquity hozza, valamint, hát ugye, ha megnézzük igazából a ledeket, ha olyan kábelt használunk, ami éppen nem telikábel, vagy nem, nem árnyékolt, akkor azért valamennyire egy normál, átlátszó dugós kábel esetében is azért elég jól lehet látni azt, hogy éppen mit, mit ad vissza a beépített RGB ledünk. Hát ezen kívül nagyon sok újdonságot nem hozott az új eszköz, legalábbis így külsőre. Ugye elvileg belbecsre egy kicsit komolyabbak lettek. Nagyobb a, ugye hát nyilván ez a nagyobb portsebességek hozománya az is, hogy a belső switching kapacitásuk is valamennyivel több, mint a, hogy hát arányosan több a belső switching kapacitásuk, mint az előző gigabites eszközök esetén. Ugyanúgy megkapjuk a, a Unifish integrációt, mint amit már megszokhattunk controller, konzol, ugyanúgy tudjuk őket menedzselni. Azon kívül az, az egyik új feature-ük ugye ez, hogy ez az Etherlight, ez kapott egy ilyen kis új menüpontot. Zsombor, jól értem, a Pro Max on kívül más termékcsalád nem tudja a switch ezt a Etherlighting technológiát? Hát még csak a ProMax Max kapta ezt meg. Lehetséges, hogy ezt a következő generációs enterprise be is hozni fogják, hát ezt majd még meglátjuk, hogy mennyire fog bejönni a piacon ez, a, a vásárlóknak ez a feature. Azért alapvetően végül is számottevően ugye nem lettek drágábbak az új eszközök. Ahhoz képest ugye megkaptuk a, a, gyorsabb portokat, és mondhatjuk, hogy ez a Etherlight képesség, ez már egy ilyen hava tortán, mondjuk ez egy kicsit ilyen kiugró a többi gyártóhoz képest, hogy ők is tudjanak valami újdonságot Egy mutatni. Egy extra extrát mutatni, igen. Hát ne felejtsétek el, nem fenyőfát kell venni, mert az a hanem a Pro Max -síriába. Igen. Ráadásul jó esetben öt évig semmi problémátok nem lesz vele. <laughs> Sziasztok! Sziasztok!